Közel 20 milliárd forintos beruházás valósult meg a megyében a hulladékgazdálkodás területén. A beruházások kapcsán olyan hulladékgyűjtési és kezelési rendszer valósult meg, amely az uniós normáknak megfelel. Még 2000-ben dolgozta ki a megye a települési szilárd hulladékgazdálkodási koncepcióját. Abban az időben a megyében évente 250 ezer tonna települési szilárd hulladék keletkezett. A megye felismerte, hogy ez a helyzet nem tartható, ezért az Európai Uniós irányelveknek megfelelő, hosszú távon működőképes, lehetőleg az egész megyében egyszerre használatba vehető komplex települési hulladékkezelési rendszert tervezett. Állami és uniós támogatásokból egy olyan hulladékgyűjtési és kezelési rendszer valósult meg, amely az uniós normáknak megfelel. Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán lerakó épült. A nyíregyházi telep 20 évre biztosítja majd 30 ezer lakos szemételhelyezését. A második ütemben a kisvárdai és nagyecsedi komposztáló telepek a hulladék újrahasznosításának arányát növelik a térségben. A projekt során több hulladék lerakó rekultivációja is megtörtént. 108 településen számolták fel a hulladék lerakókat, sok helyen az illegális lerakást is, és a területeket újrahasznosították. Ezt követően a szelektív hulladékgyűjtő edényeket osztottak ki a háztartásoknak, és a hulladék lerakókban új beruházások is létesültek. A vegyes hulladékok kezelésére 3,2 milliárd forintból 18 szelektív hulladék szállító autót vettek. Ezekkel már teljes a rendelkezésre álló infrastruktúra. Az országban a második legnagyobb közszolgáltató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 180 ezer háztartásnál végeznek közszolgáltatást. A hulladék szolgáltatási díjban emelés nem történt az állami rezsiszabályok szerint. A jövőben pedig a díjak egységesítését is tervezik. És ezzel a témával folytatjuk. A stúdióban köszöntöm Eberhard Gábort, ügyvezetőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha valaki ellátogat a Zöld megye honlapjára, az imént beszélgettünk, és mondtam, hogy engem is meglepett, hogy ez az egész települési szilárd hulladék program és koncepció 2000-ben indult el. Ugye a tervezés és az elgondolás szintjén, ha úgy veszük, egy 15 éves program, vagy egy 15 éves elgondolás, és most a végéhez ér, tehát érdemes értékelni, hogy honnan, hová jutott el a program. Több ütemben valósult meg, és több fajta, többféle támogatással. Milyen eredményeket mutathat fel a megye a hulladékgazdálkodás területén? Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mai napra kialakult az a hulladékgazdálkodási rendszer a megye területén, amely az ország bármelyik másik pontjával felveheti a versenyt, egyforma lehetőségeket nyújt az itt élőknek, hogy ugyanolyan szolgáltatásokat vehessen igénybe. Tehát ugyanúgy hetente egyszer a vegyes hulladékot minden háztartástól összegyűjtjük, lehetőség van szelektív hulladékgyűjtésére, kifejezetten erre kiosztott edényekkel. Vannak olyan települések, ahol a zöld hulladékot is heti rendszerességgel gyűjtjük, illetve a begyűjtésre került hulladékok is, a vegyes hulladék megfelelő szinten kerül ártalmatlanításra, illetve a szilárd, a szelektív hulladék pedig hasznosításra, előkészítésre. Ez már egy magasabb szint természetesen, ami már a szemléletformáláshoz is, a lakossági szemléletformáláshoz is hozzátartozik természetesen. De hogyha maradunk még a programnál, és ahogyan indult, szükség volt először is felmérni, hogy milyen területeken és milyen féle beruházásokra lesz szükség. Megépült három kulcsfontosságú hulladék lerakó, komposztáló, ott modern technológiák létesültek. Aztán követte természetesen a lakossági szint, amikor szelektív gyűjtőedényeket juttattak el a lakossághoz, korszerű autókat vásároltak, amivel a szállítást végzik. Melyik ütem volt nehezebb, melyik ütem kért vagy igényelt több időt, és akár több forrást is? Hogyan látja most már visszatekintve? Én úgy gondolom, hogy az előkészítés volt a legnehezebb, tehát az országban is jóformán egy egyedülálló dolog, hogy 240 önkormányzat össze tudott állni, és egy közös cél érdekében félretettek mindenféle ellentétet, és úgy döntöttek, hogy megvalósítják ezt a programot. Létrehoznak egy társulást. Létrehoznak egy társulást, és ennek a társulásnak a keretében Európai Uniós források felhasználásával, illetve saját erőbiztosításával megvalósítják ezt a programot. Ugye, ha visszagondolunk a projekt kezdetére, ugye 10-ben már akkor elindultak a tervezések, de ugye a valós munka 2007 környékén indult meg. Ugye akkor még az volt a jellemző, hogy minden településnek volt egy
így kell mondjuk egy személydombja a falu szélén. Tehát onnan jutottunk el odáig mára, hogy minden településen bevezetésre került a rendszeres hulladékgyűjtés, kizárólag három hulladéklerakó, rendezett hulladéklerakó fogadja ezeket a hulladékokat. És most vagyunk ott annál a lépcsőnél, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egyre kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, ártalmatlanításra, és minél több kerüljön újrahasznosításra. Ahogy mondom is, most állunk ennél a pontnál, tehát a feltételek adottak, a lakosságnak kell most már intenzívebben közreműködnie ebben a feladatban. Volt-e valahol olyan pont, ahol a projekt, a program megakadt, vagy nehézségekbe ütközött, hogyan látja? Hát én úgy gondolom, olyan projekt nincs, ami ne nehézségek útján valósulna meg. Igen, itt is volt a saját erő biztosításától kezdve, közbeszerzések lefolytatásáig, támogatási összegek lehívásáig. Vannak benne ilyen, voltak ilyen nehézségek, de ezeket sikerült leküzdeni mindet. Ugye a programnak az volt az első szempont rendszere, vagy az elsődleges szempont rendszere, hogy az Európai Uniós elvárásoknak megfeleljen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szilárd hulladék gazdálkodási programja megfelelt az Európai Uniós normáknak, és mi volt a szabályrendszernek való megfelelés alapja? Igen, én úgy gondolom, mindig ugye ezt mondjuk, hogy az Európai Uniós szabályrendszernek, de természetesen a magyar jogszabályok ehhez harmonizálásra kerültek, tehát a magyar jogszabályoknak, ha megfelelünk, akkor természetesen kielégítjük az Európai Uniós jogszabályokat is. Ugye a első és legfontosabb volt a szigetelt hulladéklerakóknak a megépítése, tehát ezzel biztosíthattuk azt, hogy az összegyűjtésre kerülő hulladék már nem szennyezi a környezetet, mert ezek teljesen gyakorlatilag, mint egy vízzáró medencében kerülnek elhelyezésre. Ez volt az elsődleges szempont. Ezt követően pedig a lerakásra kerülő hulladék szerves anyagtartalmának csökkentése, ezért jöttek létre például a komposztálók, a szelektív zöld hulladékgyűjtés, illetve már folyamatosan, ami bízom benne, hogy most nagyobb lendületet vesz, az pedig a szelektíven újra gyűjtött és újra hasznosított hulladékok arányának a növelése. Ebben is van már gyakorlat vagy tapasztalat az újrahasznosítás terén. Melyek ezek? Gyakorlatilag már 2013-tól valamennyi településen működik a szelektív hulladékgyűjtés, akkor még zsákban történt, mindez most már kukában, merevfalú edényben fog történni, és Nyíregyházán működik egy hulladéklerakó, ami jelen pillanatban még éves szinten olyan 3-5 ezer tonna szelektív hulladékot válogat, báláz és értékesít újra hasznosítókhoz. Ugye annak idején, amikor a program indult, olyan 250 ezer tonna évente a szilárd hulladék mennyisége, ezt írták le, és hát ez volt a gyakorlat is, ez változott, ez alakult valahová, ebben minden benne volt, még az illegális lerakás is. Így van, így van. Én úgy gondolom, hogy csökkent ez a mennyiség, tehát biztosan, hogy csökkent, illetve ezekkel a forrásokkal bizonyos körülmények között szabályozottabbá vált. Tehát most jelenleg lerakásra olyan évi 100-120 ezer tonna kerül, ellenben nőtt a komposztálás aránya, nőtt a szelektíven begyűjtött hulladék aránya, illetve a megyében több olyan vállalkozás is működik, amely az építési hulladékot hasznosítja újra. Meglehetősen sok településen, olyan 100-108 településen történt meg a rekultiváció is. Ezeken a területeken mik keletkeztek, vagy hogyan tudják újrahasznosítani ezeket a területeket, és megvédeni természetesen az illegális lerakástól? Első ütemben ugye 108 lerakó rekultivációja történt meg, de gyakorlatilag jövő hétfő kedden megtörténik a további 22 lerakónak a műszaki átadása is, ezzel azt jelenti, hogy 130 ilyen lerakó kerül rekultiválásra. Ezeknek a helyszíne abban az esetben hasznosítható csak valamilyen egyéb célra újra, amennyiben felszámolással történik a lerakó rekultivációja. De amennyiben a hulladék mennyiség ott marad, akkor gyakorlatilag egy szép füvesített domb marad ott a helyszínen, amit legjobb esetben mondjuk szánkózásra lehet hasznosítani, de egyébre nem nagyon. Ebben a megyében ez a helyzet, de máshol azért ki tudnak alakítani a mezőgazdasági ágazathoz hasznosítható területeket is. Nagyobb városoknál, nyugat-európai városoknál vannak olyan innovatív megoldások, hogy például napelemtelepet létesítenek a felületén, a dőlésszöget kihasználva, van, ahol sípálya létesült a tetején, vagy közpark. Beszéljünk a díjszabásról, ez a lakosságot érdekli és érinti is. Ugye tudjuk, hogy van egy állami rezsicsökkentési folyamat, amelyben azért behatárolt a hulladék szolgáltatásnak a díja is, a lakossági díja, és jövőre pedig lesz egy olyan koncepció, hogy egy holdingba szervezik a szolgáltató cégeket, és egységesítik a szolgáltatás színvonalát, minőségét és a díjszabást is. Ez hogyan történhet meg?
Erről igazán pontosakat még jelen pillanatban nem lehet tudni. Tudomásom szerint a parlament jövő héten szavaz majd erről az új hulladékos koncepcióról, illetve a jogszabály a törvény módosításáról. Amit jelen pillanatban tudunk, az az, hogy nagy valószínűleg, illetve a lakossági díjak nem fognak változni, tehát a lakosság továbbra is annyi díjat fog fizetni, amit jelenleg, ugye a rezsicsökkentéssel számlázunk neki. Amiben változás lesz, az a cégeknek a finanszírozása. Gyakorlatilag jelen pillanatban az országban az a helyzet, hogy ugyanazért a közszolgáltatásért az ország egyik felében a lakos mondjuk 220 forintot fizet, a másik felében pedig 600 forintot. Valószínűleg a lakossági fizetés így is fog maradni, de a cégek bevételeiben egy átcsoportosítás fog bekövetkezni. Tehát ez inkább a cégeket fogja érinteni, mint a lakosságot. Köszönjük szépen, igazgató úr! Köszönöm szépen!